Én a drogfókuszpont ártalom csökkentésért felelős munkatársa vagyok idén szeptember óta, és arra kérte a Tamás, illetve a szervezők a fókuszpontot, hogy mutassuk be az IMCDD -e számára készült a 2015-ös adatokat tartalmazó jelentés ártalom csökkentésre vonatkozó fejezetét, ami praktikusan, igen, sikerült a következő diát is elindítani, Szóval ez a fejezet, ez, ez praktikusan így néz ki. Az látszik, hogy itt nem csak kizárólag az csökkentő szolgáltatásoknak a felépítéséről van szó ebben a fejezetben, hanem az EMCDD által ezeket a meghatározott pontokat kell nekünk beleraknunk ebbe a fejezetbe. Tehát az látszik, hogy ugye az a fejezet címe, hogy egészségügyi következmények és ártalomcsökkentés, tehát ebben szerepelnek ilyen indikátorok is, mint a mint a kábítószerfogyasztással összefüggő halálozás, illetve a fertőző betegségek, illetve ugye magukról az ártalom beavatkozásokról is van szó. Ez praktikusan a fejezet, illetve a szakterület indikátor szempontjából a parti szervizés és tűcsere szolgáltatások. A szubstitúciós ópiát, szubstitúciós kezelés az nem szerepel ebben a fejezetben hiszen az, az IMCDD meghatározása alapján lévén egy TDI jelentésben szereplő kezelési forma. Ez a kezelés ellátás fejezetben szerepel, illetve a, a, a kezelés indikátor az adagyújtás szempontjából is a kezelés ellátás indikátorhoz tartozik. Tehát én sem fogok erről ma beszélni. Egyébként akit ez a, KITEZ, a tehát Magyarországi szubstitúciós kezelések rendszere jelenlegi helyzete Bővebben érdekel ennek a szeretett ajánlom Horváth Gergő kollégámat, aki itt ül ma is egyébként, úgyhogy őt meg lehet keresni kérdésekkel ezzel kapcsolatban. Amiről én fogok beszélni, az a parti szerviz, illetve tűcsere szolgáltatásoknak az egyrészt a szakpolitikai háttere, tehát ez praktikusan a, jelentés szempontjából ez a drogstratégia ártalomcsökkentéssel csökkentéssel kapcsolatos szabályozását jelenti. Erről a Tamás most beszélt, úgyhogy én, ezt sem fogom, én nem fogom az előadásomban ezt túlságosan hangsúlyozni. Az ártalomcsökkentő szolgáltatások rendszerét fogom bemutatni, az ezzel kapcsolatos finanszírozást, illetve magukat, a beavatkozásokat, a, a, ezzel kap, az, a, az elérést, a, a, kliens adatokat, forgalmi adatokat, stb. Illetve hát be, bemutatom a jelentésben szereplő előző évekhez mért trendeket, tendenciákat. Jó, kezdjük ugye a halálozással, ugye, ahogy mondtam, ez, ez, ez egy olyan indikátor, ez egy szintén egy indikátor, az IMCDD által meghatározott kulcsindikátor, ami ebben a fejezetben szerepel. Itt a, Ugye az, az, adatgyűjtés az az Országos Addiktológiai Centrum által működtetett speciális halálozási regiszter alapján történik, tehát a fókuszpont ebből dolgozik, és ez alapján teszi be az ezzel kapcsolatos adatokat a jelentésbe. Itt látjuk ugye a, a közvetett haláleseteknek a, a megoszlását. Adok egy kis időt, hogy ezt mindenki végig tudja nézni. És ami még fontosabb talán, az a, a, a 2015-ös évben ez a 25 kábítószer köz, használatlan közvetlenül összefüggő eset. Ugye ezt láttuk a közvetett esetekkel kapcsolatban is, hogy ezen esetek legtöbb ilyen férfi volt. Itt az 25 esetben az átlag életkor 34,8%. Az esetek 40%-ában Budapesten történt az eset, és itt pedig látható egy, egy, a, egy ilyen szer szerinti bontás az alapján, hogy mi, milyen szer okozta, okozta ezt a halálesetet. És még egyszer mondom, bármilyen Uh, további kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, uh, erre is Horváth Gergő kollégám, itt van, aki a halálozás indikátor felelőse, és uh, ő tud ezekre a kérdésekre, felmerül a kérdésekre válaszolni. Jó, ami nekünk talán itt egyel érdekesebb, az a fertőző betegségek indikátora, amiről a legtöbbet ugye az, az, az OEK által végzett országos prevalencia vizsgálatból tudunk. Ez 2015-ben így nézett ki, tehát 596 mintavétel történt a vizsgálat alatt. Ennek a mintát adó egyének nagy része 76% a férfi volt. A legjellemzőbb korcsoport az a 34 éven felüliek korcsoportja volt. A vizsgálat egy személyt talált hiv fertőzöttnek, illetve hepatitis B-fertőzöttnek találtatott a vizsgált személyek 2,2%-a. És hát ami mindig a legrelevánsabb, meg érdekesebb, az a, az a hepatitis C prevalenciája. Úgyhogy ezt nézzük is meg kibontva egy kicsit. Itt láthatók a vizsgálat által talált uh, HCV prevalenciák uh, azokban a csoportokban, ahol uh, magas volt ez a, magasnak találhatott ez a prevalencia. Ugye az aktív szerhasználók, tehát négy héten belül is injektálók, uh, 60,3%-a uh, hepatitis C fertőzött a 2015-ös vizsgálat szerint, és az elsődlegesen nem ópiátokat injektálók között volt magasabb ez a prevalencia, ez 56,8%. Az is látszik, hogy a fővárosiak 55,3% a hepatitis C fertőzött a vidék tekintetében, pedig Kecskeméten és Pécsen volt a legmagasabb a prevalencia. És hogyha az elsődlegesen injektált szertípus szerinti bontást vizsgáljuk, akkor az új pszichoaktív szerhasználók, az aktív, tehát az elmúlt négy hétben is injektáló használók közül, az új pszichoaktív szerhasználók körében volt a legmagasabb, ez a prevalencia, ez 78,7%. És hogyha mi kicsit foglalkozunk ezzel, hogy elsődlegesen injektált szertípus szerinti bontásban megnézzük ezeket a prevalenciákat, Uh, akkor látjuk, ugye azt tudjuk, hogy a kérdőív az OEC vizsgálata mellé, mellékelt kérdőív, tehát a szűrt klienseknek, tehát a szűrt kliensekkel a vizsgálatban résztvevő ellátó helyek végig mennek egy kérdőíven is, ahol van szó ilyen uh, kockázati magatartásokról is, és innen tudjuk a következő adatokat, hogy az ups, elsődlegesen UPSokat injektáló körében nem csak, hogy a nem csak, hogy a HCV prevalenciája magas, hanem az injektáló eszközök megosztásának az előfordulása is. És ugye ezt látjuk az ilyen is, hogy, hogy ez a magas HCV prevalencia, illetve az injektáló eszközök megosztására való hajlandóság, ez párosul egy ilyen magas napi injektálás számmal is az ő körükben, tehát az új pszichoaktív szerhasználók körében a legmagasabb a, a, a napi injektálás száma. Uh, ugyanakkor uh, azt azért uh, érdemes megjegyezni, hogy, hogy azt tudjuk, hogy, a, hogy az új pszichoaktív szer használat az uh, párosul egy, uh, egy, magas napi injektálás számmal valóban. Uh, viszont uh, nem feltétlenül kellene, hogy egy ilyen magas uh, HCV fertőzöttséggel is párosuljon, hogyha a lefedettség az megfelelő lenne. Oké, okay, ha uh, nézzük az ártalomcsökkentő szolgáltatások rendszerének a felépítését. Uh, ugye, ahogy mondtam, ez a parti szerviz, illetve a tücsere szolgáltatásokat jelenti most a mi esetünkben. Uh, ez a, um, a drogfókuszpontnak, ezt a jelenlévők nagy része valószínűleg tudja, a drogfókuszpontnak a saját adatgyűjtése alapján tudunk úgy a parti szerviz szolgáltatásokról, mint a tücséréről. Uh, és ez alapján a parti szerviz uh, adatgyűjtésünk uh, az egy jóval kevésbé részletes adatgyűjtés, ugyan, mint a tűcsere adatgyűjtés, de amit tudunk mégis a parti Magyarországon elérhető parti szolgáltatásokról, az az, hogy 23 ilyen szervezet működött 2015-ben legalábbis az országban, ezek nagy része civil szervezet, és szintén a 23 szervezet jelentős része az anyaintézményen keresztül valamilyen tücseréhez is kapcsolódott. És látható a dián, hogy milyen arányban osztottak, milyen típusú eszközöket, ugye a szervezetek majdnem mindegyike azt ott a klienseinek valamilyen kábítószer használattal kapcsolatos szórólapot, szőlőcukrot, jellemző volt még a víz, illetve ásványvíz, illetve offszerosztás is, illetve a tabletta is nagyon nagy arányban fordult elő. Jó, a tűcsere szolgáltatások felépítése a következőképpen néz ki. 2015-ben 30 szervezet jelentett a drogfókuszpontnak, 30 szervezet működött az országban ugyanis. Ezek egy kétharmada civil szervezet, és látható, hogy, hogy közülük 9 kapcsolódó drogambulanciához, illetve 4 terepies közösséghez. 21 városban működött tűcsere 2015-ben. A 30 szervezet közül 26 állandó telephelyű tűcserét működtetett. 13 utcai megkereső munka működött ebben az évben. 3 mobil tűcsere, illetve 4 tűautomata van az országban. Jó, uh a szolgáltatások finanszírozásával kapcsolatban szintén a tűcsere adatgyűjtés kapcsán, illetve annak segítségével tud a Fókuszpont részletes adatokról beszámolni. Itt látható ilyen, hogy milyen, milyen lehetőségei vannak egy alacsony küszöbű szolgáltatásnak a forrás szerzésre. Egyrészt ugye van az éves fix támogatás, ami finanszírozási szerződések alapján kapnak a... A közösségi, illetve alacsony küszöbű szolgáltatások. Erről ugye tudjuk, hogy 2012-ben kezdődött egy új három éves támogatási ciklus, 2015-ben nem íródott ki új pályázat ezzel kapcsolatban. Uh, azt is nagyon jól tudják valószínűleg a jelenlévők, hogy ez a 2012-ben kiírt új támogatási ciklus, vagy kezdődött új támogatási ciklus, ez jelentősen szűkítette az eddig szervezetek számára elérhető forrásokat. Uh, és amit tudunk a 2015 kapcsán, a szervezetek jelentése alapján, az az, hogy ez a típusú finanszírozási forma, illetve ez a forrás, ez a fecskendők, a szervezetek által beszerzett fecskendők 3%-át fedezte 2015-ben. Uh, amilyen forrásról beszámoltak még a szervezetek, az különböző minisztériumi, illetve önkormányzati pályázatok, ezek 2015-ben a besz, általuk beszerzett fecskendők 42%-ára uh, voltak elegek, illetve ami nagyon fontos még, az az emmi egyedi támogatása, amit Tűdepó éven ismernek sokan. Uh, erről tudjuk, hogy ez pontosan a 2012-es szűkülő források, rá reagálva az EMI háromszor, 2013 és 2015 között három alkalommal adott ilyen egyedi támogatást a, a, a tűcsere szolgáltató szervezetek részére. Ez 2015-ben a fecskendők 47%-át fedezte a szervezetek saját bevallása szerint, illetve megnevezték még a szervezetek mint, mint forrás, forrásként az a különböző adományokat, ami 2015-ben a fecskendők 6%-át fedezte. Jó, a tűcsere szolgáltatások forgalmi adatai a következő ö, alpontja az ártalomcsökkentéssel kapcsolatos fejezetnek. Ö, itt láthatjuk a, a 2015-ös forgalmi adatokat, majd a trendadatokból mindjárt látszik, hogy ez az előző évekhez hogy viszonyulnak ezek a, ezek a forgalmi adatok. Uh, ugye itt látszik a kiosztott, illetve hozott és gyűjtött fecskendők száma, a kliensek száma, az, hogy hány alkalommal látogattak meg a kliensek a programot, illetve hány új kliens regisztrált 2015-ben ezekbe a programokra. Amit fontos itt elmondani, az az, hogy még mindig hiába zárt be, ugye 2014-ben a két legnagyobb forgalmú budapesti tűcsere, de hogy még mindig 2015-ben is a a, a, úgy a hozott fecskendők, úgy a kiosztott fecskendők, illetve a kliens és kontakt szám tekintetében is. Minden indikátor, mind a négy indikátor tekintetében ilyen 75-85 között mozgott a, a, a Budapest vidék arány. Tehát meg mindig a budapesti programok viszik el a, az adatok nagy részét. Uh, és ami még, uh, amit még fontos a trendadatokra uh, való ránézés előtt uh, megegyezni, az az, hogy 2015-ben egy intravénes használóra átlagosan 28 steril fecskendő jutott. Ez a szám, ez 2014-ben 81 uh, Ugye ez látjuk, hogy, hogy mekkora a különbség. Ugyanakkor azt azért fontos tudni, hogy 15-ben készült egy új becslés az intravénes használók számára vonatkozóan, ami, mint egy ezerrel több intravénes használót talált ez a becslés, mint a korábbi 2010-es. Tehát az biztos, hogy ennek a, lefedettségi számnak a, nevezője az ezerrel több, ugyanakkor, hogyha az előző, az előző, az előző becslés eredményevel számolunk, akkor is 33 ez a, ez a lefedettségi arány. Jó, és akkor nézzük az utolsó fejezete ennek a, ennek a fejez, az utolsó alpontjá a fejezetnek az, az a trendek, tendenciák, az előző évekhez képest uh, hogyan alakultak a, a különböző indikátorok. Itt látható a tűcsereprogramok fecskendő forgalmi adatai 2011 és 2015 között. Hát azt hiszem, hogy ez sem egy újdonság a jelenlévők számára, hogy... Uh, hogy ugye látszik, hogy a 2011-ben a szűkülő források következtében, 2011-ről 2012-re mennyivel csökkent a, a kiosztott fecskendők száma a programokban. Ez 2013-ra, illetve 2014-ra, ugye a minisztérium egyedi támogatása révén ez valamivel nőtt, de nem érte el ugye a 2011-es szintet. Uh, illetve na nagyon erőteljesen látszik a két legnagyobb forgalmú tűcserének a 2014-es bezárása a, a hozott uh, és osztott fecskendő számokban is. Látszik, hogy uh, hogy uh, gyakorlatilag hogy a 2012-es kiosztott fecskendő szám alá esett ez, a, ez, a, ez az arány. Ugyanakkor a tűcserében résztvevő kliensek és kontaktok számának alakulásakor valami egészen más tendencia látszik. Ugye itt 2012 és 13 között, ugye akkor volt... Akkor volt ez a finanszírozási anomália, amire valószínűleg a kliensek az akként reagáltak, hogy bevontak újabb, addig ellátásban nem járó intravénesszer szerhasználókat a, a szolgáltatásba ezáltal megpróbálva növelni az a, az a fecskendő számot, amihez hozzá tudnak jutni. Um ez 2014-ben a kliens szám ez valamelyest csökkent, de ugye ebben az évben nem működött végig sem a kék pont sem pedig a drog, drogprevenciós alapítvány. Tehát valószínűleg, hogyha az év végéig működik mind a két uh, tűcsere program, akkor a 14-es uh, kliens szám ez meghaladja az előző évit. És hát látszik a 15-ös adatokon, hogy uh, itt is, hogy, uh, hogy mennyi kliens maradt el gyakorlatilag a két tűcsere bezárása következtében. Jó, ja, és még egy trendadatot szeretnénk megmutatni. Ez szintén az OEC prevalencia vizsgálatának a, a, a trendadatai. Itt elsődlegesen injektált szertípus szerinti bontást látunk, illetve opiát és stimulánsra vannak bontva ezek a prevalenciák, illetve látható az összes, összes szűrt kliens körében tapasztalt prevalencia is. Az látszik, hogy 2009 és 2011 között az összprevalencia nem változott gyakorlatilag, viszont megcserélődött a, a, az, ópi, az ópiát, tehát ameddig 2009-ben az ópiát használók körében volt ez a prevalencia 30% körüli. Addig 2011-ben a stimuláns használók körében mértek majdnem azonos prevalenciát, ez valószínűleg a szerváltásnak köszönhető, a 2010-ben bekövetkezett új pszichoaktív szer használat nagy elterjedésének, és hát ami ennél még szembetűnőbb, az pedig a 2011 és 14 között tapasztalható változás látszik, hogy mind az opiát, mind a stimuláns használók körében gyakorlatilag a duplájára nőtt a prevalencia. 2011-re gyakorlatilag nem változott, ugyanakkor azt hozzá kell tenni ehhez, ahogy egyébként a vidék Budapest bontásban is, hogyha vizsgáljuk a prevalenciákat, akkor az is egyértelmű, hogy a kék pont, aki az előző években a legmagasabb prevalenciát mért, ő 15-ben ugye nem vett részt a, a ebben, az, ebben, a vizsgálatban már. Illetve a drogprevenciós alapítvány bár részt vett benne, de, de valószínűleg tekintettel arra, hogy bár ugyanabban a kerületben, de más típusú szolgáltatást végezhetnek csak ezért valószínűleg az ő általuk szűrt kliensek köre valamennyire megváltozott, illetve azt is tudjuk, az Artéra pedig 40-nel kevesebb szűrést vállalt 2015-ben. Tehát ezért aztán ezek a trendadatok, a 2015-ös adatok trendelemzése ez elég szűkösek a lehetőségei ennek. És ami még fontos, amit már mondtam, hogy Budapest vidék bontásban az adatokra, hogyha ránézzünk, akkor az látszik, hogy 2014-ben Budapesten a hepatitis C fertőzöttség közel a duplájára nőtt, mint a három évvel az vizsgálatban tapasztaltak. Vidéken pedig 2011 és 15 között a négyszeresére nőtt ugyanez a prevalencia. És ugye azt mondtam, hogy a budapesti vizsgálat pedig kevéssé összehasonlítható az előző évekhez, előző évek vizsgálataival. да.